Na, hellóztok! Ismételten rejtvénnyel készültem. Természetesen ilyen farkasos rejtvényről van szó, nem lesz egyszerű kitalálni. Végrehajtani nagyon egyszerű, hiszen kardán tenge is csak egy kereszt. Jó? Na, tehát, van neked, például ugye a példa alapján, van neked egy számítógéped, amit mondjuk használsz minden nap egy, mit tudom én, 3-4 órát. Tehát az esetek 70-80%-ában csak úgy üresen áll, tehát pazarlásról beszélünk. Egyedül használod a számítógépet, és szeretnél hozzá egy ilyen indító kulcsot, mint például az autóhoz, mert az autó is olyan, hogy bemész a munkába, vele utána hazamész a munkából, tehát szó szerint az idejének pár százalékát használja, a többibe így áll. Tulajdonjogról beszélünk, ami egy elég régi elavult fogalom. A lényeg az, hogy az autóban, ami a példában szerepel, van indításgátló. Hát tök jó, nem? Jön a tolvaj, kulcsal, és nem indul az autó. Na, a számítógépnél ugyanúgy van indításgátló, csak itt ugye nincs kulcs, tehát itt valahogy meg kell okoskodni a dolgot, ilyen trükkel. Nem, tudom, mire gondolsz, nem arra van szó, hogy kihúzzuk a vinyót, és ekkora indításgátló. Nem. Az látható, hogy lifeg a vége, és nincs bedugva. Jaj, nincs bedugva, puf, visszadugom, és akkor már használom is, tehát ez nem számít indításgátlónak. Az indításgátlónak azt számít, hogy nem nyúlsz a géphez. Tehát én mondom, hogy nem nyúlsz a géphez. Használod a gépet, elszaladt az idő, és kimész kajálni. És kikapcsolod a gépet. Kimész kajálni, eszel, iszol, stb. De te kim vagy a konyhába, de te tudod azt, hogy senki más nem tudja használni a gépemet, hiszen van már indításgátló. A másik csávó, aki meg jön mögötted, hogy na már végre fölállt a géptől, én is tudok végre egy kicsit facebookozni, mert ugye ez a világ, a Facebook. Bekapcsolja a számítógépet, és nem indul el. Tehát az indításgátló működik. Jó? Eddig megvan? Oké, akkor megmutatjuk a hatást, jó? És hogy biztosak legyünk ebben a dologban, utána elindítjuk normál módon is. Jó? Az indításgátlót természetesen hatástalanítani kell, erre majd mondok egy jó trükköt. Hát ebből az esetben, amit én csináltam, ebben van indításgátló ki- és bekapcsoló. A kikapcsolót megmutatom, hogy működik, ez egy hatalmas segítség, de többet tényleg nem árulok el, jó? Na! Már előre röhögök azon, milyen kommentek jönnek majd a videóhoz, hát. Hát srácok, szedjétek össze magatokat, mert ez combi lesz. Ilyen combi, jó? Hát ezt megértettétek. Na! Itt van a számító komputer, ugye? Neumann János hatalmas találmánya. Természetesen ilyenről beszélünk. Komputer! Minden vinyó be van dugva, jó? Nem lötyög a vége, frankon be van dugva, nincs benne trükk. Az mondjuk a DVD olvasó, mindegy. De be van dugva a vinyó. Az alsó vinyó is be van dugva. Jó? Tehát PCI-os. Mindegy, tehát be van dugva, nincs benne trükk. Jó? Áramot kapunk, nincs trükk, hogy kikap, nincs, ezért semmi. Proci rendesen a helyén nincs. Nincs az, hogy kivesszük a procit, úgyis mindjárt megmutatom, hogy beindul ez rendesen. És így ennyi, jó? Tehát minden be van dugva, memória nem félig van betéve rendesen. Nincs trükk a dologba, jó? Figyelj, indításgátló az azt jelenti, hogy csávó kimegy a konyhába, eszik a tulaj, és jön a másik, hogy akkor én most elindítom. Procin megállt a hűtő, kész. Videokártya bug 1000-rel, és ennyi. Jó? Tehát semmi. Minden monitor be van kötve. Remélem látjátok. És nincs. Semmi. Jó? Az alaplap kap energiát, tehát működik, és semmi. Ennyi. És valamiért elindult a proci ventilátor, de természetesen ez áll. Jó? Tehát ez áll. Nem forog. Oké? Tehát ennyi. Jó? Ennyi. Nem megy a gép. Tehát mindegy, hogy mit csinálsz velem, nyomod a deletét, meg bár semmi, jó? Nulla. Nulla reakció, jó? Természetesen a reseteled, semmi, jó? Ugyanúgy. Hiába nyomogatod a resetet, hiába nyomogatod, nem történik változás, jó? Kikapcsoljuk, mert ez így ennyi. Ez így ennyi. Jó? Villanás. Oké? Ez egy fontos momentum volt. Visszakapcsol.
villanás. Mindjárt magához tér, pillanat. Ez i7-es, tehát ez többször fog elindulni. Nála ez a normális. Így mutatom. Ja, most a számítógép elindul. Jó? Tehát, a kérdés arra vonatkozik, hogy az indításgátlót hogyan kell be- és kikapcsolni. Jó? Most jobb, persze. A grub, elindult a grub, ami... ahogy is mondjam, csak az indításgátlónak egy mellékhatása, de nem mindig működik, jó? Tehát van, amikor simán elindul, hát most ez ilyen. De semmi baj, ez természetesen hibátlan. Ütünk egy entert, és a rendszer természetesen hibátlan. Föláll. A kérdés tehát a következő. Mint láttátok nagyon jól, a számítógépben módosítás semmi nem történt. Hogyan kell az indításgátlót be- és kikapcsolni? Jó? Mi az, hogy indításgátló? Hogy lehet ezt a trükköt megcsinálni? Jó? Tehát ez a kérdés. Láttátok, hogy... Tehát láttátok azt, hogy az indításgátló megszüntetése, tehát a kikapcsolása hogyan működik, nem így kell bekapcsolni. Jó? Tehát ennyit azért segítek. Amikor leállítod a számítógépet, van egy trükk, ahogy leállítod a számítógépet, és beáll az indításgátló. Ha csak simán leállítod, hogy simán leállítással, nem indul el az indításgátló. Tehát van egy leállítási trükk, amivel így elindul ez a dolog. Tehát mint egy ilyen instant kézifék, jó? Mindent összeszedve újra, tehát megkérdezem a kérdést, hogyan kell az indításgátlót bekapcsolni, hogy aki mögéd jön, ugye, aki szeretne számítógépezni a te gépeden, mert ugye tulajdon jó, aki szeretne számítógépezni, nem tudja bekapcsolni a számítógépet, mert te már ezt aktiváltad, jó? Ez a kérdés, hogy lehet bekapcsolni, jó? Úgyhogy várom a kommenteket, sziasztok!